erős szél tépi a fákat, a viharos lökések könnyen letörhetik a faágakat, sőt a korhadt törzsű beteg fák ki is dőlhetnek, amivel komoly baleseteket, károkat okozhatnak. 2019-ben közel 30 ilyen eset fordult elő. Ezt a számot a jövőben a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell, jelentette ki Radnóti Ákos alpolgármester. Elég szokatlan az időjárás, hogy januárban, februárban nem ezt szoktuk meg, hiszen január minden idők legmelegebb januárja volt, és nagyon sok viharos nap is volt, a mai nap is ilyen egyébként itt februárban, mert az előző napokban is volt ilyen. Úgy néz ki, erre fel kell készülnünk, hogy többször lesz ilyen szokatlan időjárás, nem csak nyáron vannak viharok, hanem most már télen is. Ennek egyébben szükséges néha meglépni az, hogy bizonyos fákat ki kell vágni, tehát ami balesetveszélyes, elkorhat, még ha kívülről gyakran nem is látható az állapota. Higgyel, mindenki csak olyan fa kerül kivágásra, ami ezt a kategóriát megüti. Erről egy szakmai döntés, határozat születik minden esetben. Ilyen fakivágások fognak most elindulni a napokban Győrben, több helyen lehet majd ezt tapasztalni a városban. Szükséges ezeket a fákat kivágni. A kivágott fákat kedvező időjárás esetén már a faültetési szezon kezdetekor pótolják, de egyes területeken előzetesen már a napokban is telepítik az új facsemetéket. Minden fakivágás kötelezően pótolandó, tehát új fa kerül kiültetésre helyette. Ez így lesz, sőt azt is elmondom, hogy Győrben nem csak egy fa kerül elültetésre helyette, hanem általában háromszoros mennyiség, amit évek óta most már tartunk. Tehát szigorúan ragaszkodunk, és minden olyan esetben fellépünk, amikor fakivágás történne, és ott esetben, aki igényelte, vagy kérte, vagy az ő területén hajtja végre, felvesszük vele a kapcsolatot, hogy többszörösen pótolja azt a mennyiséget, mint ami elő van írva. 2019-ben 1100, az elmúlt években összesen több mint 5000 facsemetét ültetett el a Győr-Szolt ZRT. Ezt a tendenciát folytatja, sőt szeretné felülmúlni a győri önkormányzat. Mindenképpen tartani szeretnénk a szintet, sőt ezt meg is erősítjük, hiszen polgármester úr úgy döntött, hogy kiemelt programként kezeli a környezetvédelmet és a faültetést. Ennek egyében már decemberben volt egy előterjesztése, hogy minden újszülött után egy faültetésre kerül Győrben, ez meg fog valósulni. Most dolgozzuk ki a részleteket, és hát nagyon fontos volt a legutóbbi közgyűlés is, ahol két napi rendi pontként polgármester úr előterjesztése alapján védetté fog válni a püspökerdő, ennek elindult a munkálata, illetve a marcalvárosi kiserdő a másik, amit szintén meg fogunk óvni és védeni, ott is a tervezés zajlik. Tehát el kell mondanom a győrieknek, hogy ezt tartani fogjuk, ezt a szintet, és ráadásul én is, mint alpolgármesterként, illetve egy új környezetvédelmi bizottsággal is együttműködve, mindenképpen még határozottabban fogunk odafigyelni a környezetvédelemre. A környezetvédelmi bizottság első ülése csütörtökön lesz a Győri Városházán.